Együtt szórakoznak a munkavállalók és a hozzátartozóik a Nyírbátori strandon a Diller Cabin családi napján. A rendezvényen a cég vezetése bejelentette, a jövő év végéig dinamikus létszámbővítésre készülnek, de a jelenlegi dolgozóik is pályázhatnak a cégen belüli új pozíciókra. 431 fő a jelenlegi létszámunk a Diller Cabin Hungary Kft-nél, és a terv pedig az, hogy 2017 végére 550-600 fő alkalmazottunk lesz. A számokból is hallható, hogy ez nagyon dinamikus ez a fejlődés, és mi pedig belsőleg mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a dolgozóink a legjobbat hozhassák ki magukból, és esetleg egyéb pozíciókban is megmutathassák a tehetségüket. A cégnél ezért folyamatosan kínálnak képzési lehetőségeket a munkavállalók számára, hogy megtalálják azokat a területeket, ahol a leghatékonyabban tudnak majd dolgozni. Eljutottam Németországban egy 3,5 hónapos betanulásra, az ajtókeret lamináláson kezdtem, 9 hónapig ott dolgoztam, és jelenleg, tehát már 4 éve végáru ellenőr vagyok klímacső területen. A családi napon azt is bejelentették, hogy a Kft. Ügyvezetői igazgatói posztján változás történt. A jelenlegi igazgatót hamarosan egy német kollégája váltja. Egy vezetőváltásnál mindig az a kérdés, hogy miért van rá szükség. Erre egyszerű a válasz. Azért, mert idővel új gondolatokra, új gondolkodásmódra van szükség, amelyek nagyban meghatározzák a jövőt. Ahogy a beszédemben is elmondtam, hogyha 1000-szer kérdezem meg, hogy mi a cégünk legfontosabb 3 célja, akkor valószínűleg egy idő után ezt már unatarccal fogják a kollégák hallgatni. Ezért fontos, hogy jöjjön egy új férfi, vagy egy új nő, aki új impulzusokkal is új meglátásokkal néz majd a jövő felé. A következő ügyvezető a németországi anyavállalatnál dolgozott korábban. Feladatai között volt a magyarországi termelés irányítása is, így jól ismeri a nyírbátori gyár működését.